A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetéseink nézőit. Mai vendégem Bence András, evangélikus lelkész püspök helyettes, tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm, szeretettel. 39 esztendeje itt köztünk, hiszen nem feledhetjük el 1986 óta a fehérvári gyülekezet lelkésze, előtte pedig ugye 1984-től pedig itt volt már. És ez azt is jelenti, hogy Fehér Komárom egyházmegye legrégebben szolgáló lelkésze. És ennek mi nagyon örülünk. Mint ahogy annak is nagyon örülünk, hogy az evangélikus egyház bizonyos értelemben élen jár abban, hogy megszólítja a fiatalokat, megszólít mindenkit. Ez mennyire tudatos az önök részéről, hiszen bármikor megyünk egy-egy rendezvényre, fiatalokkal van körülvéve. Hát egyre többen fiatalok körülöttem, ezt megállapítom, hogy öregszem, mindenki más fiatal, aki mellettem van, aki nálam fiatalabb. Ez nem részben tudatos, részben nem tudatos. Azt gondolom, hogy abból a szempontból nem tudatos, hanem természetes, hogy szeretnénk mindig mai nyelven beszélni, szeretnénk mindig mai formákat találni, nem csak az ifjúság kedvéért, hanem a magunk számára is, hiszen az evangéliumnak a mi korunkban is, a mi környezetünkben kell megszólalnia. A gyülekezet az benne él a saját korában, és ezért is van az, hogy igyekszünk a mai formákkal, a mai eszközökkel megkeresni az embereket. Hogy ez vonz fiatalokat, és ez így látszódik kívülről, az jó tudni. Mi sokszor küzdünk avval, hogy bizony egyfajta hagyománytörés volt, nagyjából a 60-as évek közepén is ennek a levét azt most látjuk, vagy hát most isszuk meg, hogy ne essem képzavarba. Most vesszük azt észre, hogy kiesett egy olyan generáció, amely hagyományokat adott volna tovább. Ez a nagy városban kevésbé érződik, mint a kisebb településeken. Igen, hát a nemrégiben jelent meg egy fantasztikus könyv, Jézus 33 híve, illetve én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a szocializmus időszakának azon, itt a katolikus egyház papjairól volt szó, de ez tulajdonképpen mindenkire vonatkozik, hogy arról szólt az egész, hogy miként vészelték át ezt az időszakot. Nem volt egyszerű, valljuk meg. Igen. Ebből nekem néhány év jutott itt a fehérvári gyülekezetben, az utolsó 6 év, már a szocializmusnak az utolsó 6 éve. Őszintén szólva nem nagyon ütköztem bele ennek a nyomorúságába. Tudnék persze történeteket mesélni, hogy jegyzeteltek az Isten tiszteleten, meg nyomozók állítottak be, meg hasonló történeteket lehetne mesélni, de igazából akadályozva nem volt a szolgálatom már. És ez fontos. És ez fontos, így van. Mint ahogy fontos esztendőre az ökumenikus imahét, ön egyszer úgy fogalmazott, hogy egy dolgot ne fejezünk be, soha keresést. Én azt hiszem, hogy az imahét leginkább arra való, hogy a befogadó közösség tanuljon, figyeljen, odafigyeljen, hiszen a nap gondolatai, az adott nap gondolatai, azok megerősítik a hittel élőket. Igen, a keresés az valóban egy olyan dolog, amit nem szabad abba hagynunk. Mihelyt az ember azt gondolja magáról, hogy ő már minden bölcsességnek birtokában van, akkor azt gondolom, hogy bezárul, lezárul, és valószínűleg az Isten felé is lezárul. A keresés az nagyon fontos abból a szempontból is, hogy ahogyan a másik emberre, vagy a másik közösségre figyelek. Ugye,
Engedje meg, hogy idézzem most egy imaesten, amit mondott, azt hiszem, hogy ez fontos. A társadalmi igazságosság, a jogi egyenlőség iránti elkötelezettség, a személyválogatás, valamint az előítélet nélküli életszemlélet és életmód megerősíti a keresztény egységet, és nem csak kihívást, hanem örömöt jelent a Krisztus követők számára. Ezzel tulajdonképpen összefoglalta mindazt, ami egy gyülekezetet foglalkoztat, és olyan emberi kapcsolatokat épít fel a gyülekezeten belül, ami kiemelten fontos ebben a felgyorsult világban. Igen, emellett azt is el kell mondanom, idén az ökumenikus imahét anyagát a német keresztjének állították össze, és ezért elég jelentősen megszólal benne a társadalmi kérdések sora, és fontos azokra odafigyelnünk, felhívták arra a figyelmünket, hogy ezekre odafigyeljünk. Így fogalmaztam meg ezt a gondolatot is, hogy ez nem csupán feladat, hanem örömforrás is. Ugyanakkor hálás vagyok Istennek azért, hogy nem látunk minden problémát egyszerre. Abba beleőrülnénk. Hogyha elkezdjük elemezni a világnak a folyását, és most még erősebben átélhetjük ezt túl, vagy nem túl, hanem benne a járványok sorában, az ukrajnai háborúban, vagy most a palesztin-izraeli összetűzésben, háborúban, azt látjuk, hogy kibogózhatatlan konfliktusok vannak a világban. És ezek nem csak távoli konfliktusokat mutatnak, hanem olyanokat, amelyek a mi környezetünkben megjelennek, és amelyek bennünk megjelennek. És ezért ezt azért gondolom, hogy adventi időben el kell mondanunk, mert mélységes, mély várakozással élünk az iránt, hogy Jézus eljöjjön közénk, és az ő országát hozza el nekünk. Addig is azonban próbáljuk élni azt az életet, amit Jézustól tanulunk, és ez is állandó keresést jelent a számunkra, hogy keressük a lehető legigazságosabb, a lehető legfigyelmesebb, a lehető legnyitottabb életformát a másik ember iránt. Ez a maratonon, a mostani, az Új Testamentum maratonon, ez nagyon plasztikusan fogalmazott, hiszen ezt erősítette meg mindenképpen. De a legfontosabb, az egyik legfontosabb gondot az mindenképpen az, hogy amit ön hirdet és megerősít, hogy az evangélium Jézusról szól, nem rólunk. Ugyanakkor hajlamosak vagyunk a saját szemszögünkből szemlélni mostanság mindent, ami történt. Ez szükségszerű, hogy innen nézzük. Valamikor azt gondoltuk, hogy a geocentrikus világkép elavult, de rá kell jönnünk újból és újból, hogy az egocentrikus világkép azonban nagyon erős. Néha nem is baj. Tehát néha érzékeljük el, hogy igen, az evangélium Jézusról szól úgy, hogy engem érint. Jézus a közepe, ő a tartalma, de engem éltet. És ezt a kapcsolatot is föl kell fedeznünk, és föl lehet fedeznünk minden esztendőben. Azért fontos, hogy tanít most is. Én azt gondolom, hogy a Szentírás mindenféle értelemben fontos, hogy néha-néha elővegyük. Nyilván ez Székesfehérváron és vidéken is kicsit más, és most pontosan ezért kérdezném önt, hiszen számtalan helyen vannak istentiszteletek az ön irányításával, tehát itt, ha nézem, Fehérvár, Csurgó, Gárdon, Sáros, nem folytatom, de mennyire változik, hogy egy ilyen felgyorsult városi közösség, illetve hittel élő, de kisebb falvakban történik? Ma már a kisebb falvak is felgyorsultak. Igen? Éppen ezt vesszük észre, hogy ebből a szempontból nagy különbség nincsen a városi és a falusi gyülekezetek között. Létszámbeli különbségek inkább adódnak, hogy az evangélikusság az egy piciny közösség, az arányaiban kicsiny közösség, ez azt jelenti, hogy Fehérvár, Csurgón és annak a környékén talán egy 100 evangélikus embert ismer, illetve 100-an vallották magukat evangélikusnak, Fehérvár, Csurgón 41-en, és a környékén még a hozzátartozó településeken még
egy jó páran, de ez egy kicsi közösség. Ott inkább a személyesség az, ami fontossá válik, és nagy lehetőségünk van arra, hogy a hitünket tényleg az állandó élő kapcsolatban éljük meg. Tehát ez megerősíti a keresztény egységet mindenképpen. Így van, igen. Mint ahogy az is, hogy működik a felnőttek beszélgetőköre. Ez egy olyan szép jelző szerkezet számomra. Miről esik szó elsősorban? Vannak-e olyan kulcspillanatok kint a világban, amelyre hiteles választ lehet egy ilyen beszélgetőkörben kapni? Két ilyen felnőtt beszélgetőkörünk van. Az egyik az elsősorban, de szándékosan nem így hirdetjük, hanem hogy felnőttek beszélgetőköre, de mégis elsősorban szülők jönnek oda, ott elég gyakran beszélünk családi kérdésekről, nevelési kérdésekről, illetve hát életviteli kérdésekről. A másik beszélgetőkörben pedig egyre többet foglalkozunk avval, hogy az egyház, a gyülekezet hogyan él, mert hogy nagyon fontos volna eljutnunk az elkötelezettségig. Azt látjuk, az előbb említettem a hagyománytörést, tradíciótörést, azt látjuk, hogy ma már az egyházhoz tartozás az nem életforma, hanem hát csúnyán mondva egy szabadidős időtöltés. És ebből a helyzetből lenne jó eljutnunk az elkötelezettségig. És a beszélgetőkör segít ebben, illetve a Biblia órák? Igen, szerintem lényegesen, amikor azt mondom, hogy az evangéliumnak a közepe Jézus, az életünknek a közepe Jézus, akkor amikor Jézusról beszélünk, akkor éppen ez az elkötelezettség erősödik bennünk. És ez fontos minden korosztálynak, vagy kiemelten kell a fiatalokkal foglalkozni adott esetben? A fiatalokkal külön kell foglalkozni ebben a kérdésben. Ott ugyanis még inkább az a korszellem, hát talán nem érvényesül, de mindenképpen ott van körülöttük, az a korszellem, hogy most szeretném azonnal azt, ami nekem jó. És ehhez képest az elkötelezettség az mást ad. Ott azt mondom, hogy valamiért el vagyok kötelezve, amit jónak találtak az elődök is, meg amit jónak látok én is, de ami nem mindig kellemes az én számomra, ahol át kell lépnem a korlátaimat. Fontos, hogy idejekorán elkezdjék tanítani a kicsiket, hiszen a gyülekezeti hittanoktatás keretében már ugye az óvodáskortól kezdődik, konfirmációig tart, de ezek olyan alkalmak, amelyek megerősítik hitében a gyermeket, vagy kicsit olyan, mint az iskola? Vannak az iskolai hittanoktatásaink, az olyan, mint az iskola, ott alkalmazkodni kell. Nyilván ott sem teljesen olyan, mint az iskola, mert jóval kisebb csoportokban dolgozunk a gyermekekkel, fiatalokkal. Ez már is minőségi különbséget is jelent. A gyülekezeti hittanórákat szeretnénk nem olyanná tenni, mint az iskola, hanem a gyülekezeti hittanórákon azon túl, hogy nyilván ott is tanulunk, ott szeretnénk a közösséget megélni, meg szeretnénk arra tanítani őket, hogy ez a Jézusi élet, ez a hétköznapokban is élhető. Ezért volt nem régen például közöttünk egy mozgássérült író nő, akinek a beszédét is alig lehetett érteni, de nagyon fontos volt, hogy a fiatalok, konfirmandus korosztályúakra, nyolcadikosokra gondoljunk elsősorban, találkozzanak ilyen személlyel, és meglássák az ő értékeit. És nagyon jó volt szerintem ez a találkozás. Általában megerősítést jelent önnek is a különböző közösségi alkalmak, hiszen itt a fiatalokra gondolok, az énekkari próba, az irodalmi kör, akár a mustármaga hetedikeseknek, ez mind-mind olyan különleges esemény, amely szerintem hívja
Hát most olyan nagyszerű helyzetben vagyunk, hogy nem egyedül vagyok lelkész a gyülekezetben. Ebben az évben két lelkész társunkat szenteltük föl, és ők is a gyülekezetben szolgálnak. Régebb óta van szolgál mellettem Cető Kata lelkész testvérem, akit most tette le a parókusi vizsgáját, és ez azt jelenti, hogy a következő évben megválaszthatjuk már őt gyülekezeti lelkésznek is, tehát több lelkészünk szolgál a gyülekezetben, a hitoktatóink vannak, és vannak egyéb gyülekezeti munkatársak. Például az ifjúsági órákat én csak távolról szemlélem, a vezetőkön keresztül, és ugyan így van, hogy a hittanoktatásnak egy picin szeletét végzem én, ezen a szerdai közösségi délutánon, családi délutánon természetesen ott vagyok, de a hittanú óráink zömét azt nem én tartom. Vannak közös alkalmaink, amikre meghívunk minden hittanost. Mennyire népszerűek ezek? Hát itt vesszük észre, hogy ezek ilyen szabadidős alkalmak, tehát az jön el, aki éppen ráér, és akinek éppen kedve van, és hogyha pillanatnyilag nincsen kedve, akkor nem fog eljönni. Tehát nem olyan erős a közösség iránti vágy. Ennek persze van jó oldala, és azt is jelenti, hogy a társadalomban vannak jól működő közösségek. Ezek ízig-vélig 21. századi történetek, ilyen értelemben. Az bizony, igen. Tényleg, ha önnek nyilván megvannak a tapasztalatai, mennyit változott a fiatalok hozzáállása, elkötelezettsége, hite, ha úgy tetszik? Mondtam, hogy én még a szocializmusban kezdtem, akkor az volt a nagy előnye az egyháznak, hogy ott lehetett bármiről beszélni. És ezért az ifjúság kör. Már szabad volt, bár sokan féltek még, meg ott volt a tartás, de azért valójában nem szóltak bele a gyülekezeten belüli ifjúsági munkába, és szabad volt bármiről beszélni. Ez a nyitottság, vagy ez a tabuk nélküli közeg, ez ma is vonzó. De már vannak másutt is olyan helyek, alkalmak, ahol ezt megtehetik a fiatalok. És ez nagyon jó. Itt válik az érdekessé, hogy a speciális tartalmunkat, a Jézusról szóló evangéliumot, hogy tudjuk átadni a fiataloknak. Mert ma már régen lehetett mondjuk a zenével hívogatni a fiatalokat, vagy összegyűjteni egy színdarabbal, kirándulásokkal, meg effélékkel. Ma már ez sokkal jobban csinálja, mondjam így, a világ, mint mi. Ami nekünk van, ehhez még az a Szentírás, az Isten igéje. Egyértelmű. Ugyanakkor ízig-vérig 21. század, ezt kell mondjam, a hetente kétszer online jelentkezése, az egyik ugye vasárnap egy istentisztelet, illetve a keddi biblia óra. Mennyire nézett, hallgatott ez, hiszen mennyit kell változnia egy lelkésznek ahhoz, hogy úgymond nem személyesen, bár ez személyes természetesen, de a különböző csatornákon keresztül mondja el. Ez a felület, ez sok mindenre jó. Én nem szeretnék emiatt változni, és úgy gondolom, hogy nem is kell. Tehát amit a világhálón közvetítünk, azok mindig élő, valóságos alkalmak, és elsősorban azoknak szólóak, akik jelen vannak. Tehát a személyes jelenlét az mindenkor sokkal többet fog adni, mint egy közvetítésnek a megtekintése. Ha csak összehasonlítjuk azt, hogy egész más elmenni egy koncertre, mint meghallgatni egy lemezfölvételt, vagy egész más visszanézni a Fradi Honvéd meccset, bocsánat, a Videoton Honvéd mindegy meccset, vagy mindegy akármit, mint hogy kint lenni a stadionban. Egész más a hangulata ezeknek. Ami miatt ez mégis jó, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudnak eljönni a közösségbe. Betegségük okán,
munkába készülésük okán, akármilyen másokból. Illetve nagyon fontos azok számára, akik ebből a közösségből szakadtak ki, és mentek valahova távolabbra el, és valamiképpen mégiscsak vissza akarnak valamilyen szinten térni a közösségbe. Jó ez dokumentálás szempontjából is, hiszen egy sor olyan anyagot tudunk megőrizni, gondolok itt a keresztelőkre, gondolok a hirdetésekre, amelyeket máskülönben nem tudnánk megtartani magunknak. Ha össze kéne foglalnia, hogy mi minden történt ebben az esztendőben, hogy milyen volt ez az év, hogy tenni? Mit üzen nekünk ez a, valljuk meg, hogy egészen különleges esztendő volt, kicsit magunkra találtunk a koronavírus járványokán, ugyanakkor megérkeztek hozzánk a háborúk, az orosz-ukrán, illetve az arab-palesztin-izraeli, ami megint csak nem sok jóval szólt. Hogyha a közösség életére gondolok, akkor azt mondanám, hogy ez az esztendő a szolgálatba állításnak az éve volt. Említettem, hogy két testvérünket, Cető Bálintot és Urányiné dr. Szuhás Renátát lelkészé szentelte Szemerei János püspök úr, és ez nagyon nagy örömöt jelent a számunkra. Illetve Cető Kata testvérünk lelkészvizsgát tett, és ezért létrehoztunk a számára egy második lelkészi állást az székesfehérvári egyházközségben. Neki és a férjének Bálinnak külön küldetése a Velencei tó környékén élők összegyűjtése is, és ott egy önálló gyülekezet szervezése. Ez tehát az alap élménye a gyülekezetnek, hogy vannak munkatársaink, az Úristen gazdagon megajándékozott bennünket arra, hogy az evangéliumot továbbadjuk, hogy a gyülekezetet összegyűjtsük. Ez a belső örömünk, hogyha a társadalmi életünket nézzük, akkor úgy látom, hogy az evangélikusságnak, tehát az egész kereszténységnek az a küldetése, hogy ebben a káoszos világban tisztán beszéljen, meg ebben a széthúzó, szétszakadozó társadalomban olyan szót mondjon, amely összegyűjt, összekapcsol. Nagyon fontosnak találom, hogy nem a szőnyeg alá seprés módján, hanem a tiszta beszéd útján találjon egymásra a most teljesen egymással szemben álló gondolkodású emberek sora. Történjék így, és egy dolgot ne fejezzünk be soha, a keresést, ha ez így rendben van. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, az évvégi beszélgetések, ünnepi beszélgetéseket hallhatták. Vendégem Bence András evangélikus püspök helyettes volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.